Az idősebb generációhoz tartozók talán nosztalgiával figyelik az előbb látott képeket, melyen Szabó Károly az általa felújított Pannonia motorkerékpárt beindította. Néhány évtizeddel ezelőtt ugyanis nagyon népszerű motornak számított, bár sokan nem engedhették meg maguknak. Napjainkban azonban néhány lelkes Pannonia rajongó újra felfedezte a magyar motorkerékpár gyártás remekeit, és hosszú időt áldoznak arra, hogy régi fényüket helyreállítsák. Viszonylag egy ritka motorkerékpárnak számít, tehát még az igazi tömegtermelés előtt készültek ezek a gépek, mert hisz a tömegtermelést a T1-estől veszük, amit ugye a szovjet export vittek igazán, és attól kezdve számoljuk az igazi nagy-nagy Pannoniáknak a tömegszámba való megjelenését. Hát egy ilyen 10 kW-os, tehát egy ilyen 14 lóerős gépezethez, egy lassú fordulatú, kis sűrítési arányú, rettenetesen kevés alkatrésszel összeépített, és emiatt nagyon megbízható motorkerékpár. Ezeket a motorokat azért vitték főleg ugye, szovjet exportra is, mert egy akkumulátoros gyújtás helyett ugye a mágneses gyújtást alkalmazták, tehát ehhez nem kellett akkumulátor, ez a hóból kivéve több hónapon keresztül állt, ha ebben benzin van, ez gyakorlatilag üzembiztos, bármikor indul, és emiatt az akkori technikai színvonalnál ez egy csúcsot képviselt. Fogyasztása rettenetesen kedvező, mert hisz a gyári adat szerint 3,6 litert fogyaszt 100 kilométeren, és itt jön az érdekes, 60 kilométeres óránkénti sebességnél. Tehát ezzel rettentesen nehéz lett volna, hát relatíve megdönteni a sebesség határokat, ami mostani. Mindamellett két személlyel a mai napig is a 90-et, a 95 kilométeres sebességet tartósan nagyon jól tudja. Tehát semmi ilyesmi nincsen. Az 1960-ban készült Pannonia TLF típusú motorkerékpár alkatrészeinek 99%-a eredeti, a kerékgumik és az ülés kivételével, amiket újakra kellett cserélni. Amikor Károly megvásárolta, be sem merte indítani, hazatolta, darabjaira szétszette, megtisztította és újra összerakta. Első útja természetesen a régi tulajdonosához vezetett. Mikor megvettem annak idején, mert ez természetesen, hát én még nem is éltem akkor, amikor ezt gyártották, kivettük, és érződött az úgynevezett jó békebeli benzinnek az illata benne. 10 évet állt ez a motor, mielőtt hozzám került, és kivettem belőle azt a benzint. Tehát nem lett beindítva, amikor hazahoztam, hanem teljesen ízenporra az utolsó darabig szétszedtem. Meg lett csinálva, ki lett pótolva, újra lett csiszolva, és utána visszatöltöttem bele ezt a benzint, és másfél év után ez a motor újra indult azzal a benzinnel, ami előtte volt. Elvittem a gazdájához, az első útja oda vezetett, akitől ez került, és sírva gondolt azokra az évekre, amikor nála voltak ez a motor, tehát ő azt ismerte meg benne, amikor 60-ban hazatolt ezt a motort. Bár utángyártott alkatrészeket is lehet kapni, mert olyan nagy a kereslet, de Károly a felújítás során törekedett rá, hogy minden eredeti legyen a motorban. Műszaki állapota megfelelő volt, és még csak 6000 kilométert ment az eltelt 52 évben, ám ez idő alatt a krómozott és a műanyag részek megkoptak, a festett részei pedig foltosak lettek. Ezért találni kellett valakit, aki az eredeti, több mint fél évszázaddal ezelőtti festést helyre tudta állítani. Csíkozása még, ami nagyon érdekes, ezt valamikor ugye a Csepelbe kiadták ilyen különböző TS-ekből, még ilyen melléküzemágokban készültek a különböző alkatrészek, tehát majdnem azt nézzük, hogy a Csepelnek a motor része készült, meg a fém részei, de egyes részeit ilyen melléküzemágok, vagy nem is pontosan, hogy minek is hívták annak. Ezt a nyerségben készítették ezeket a tankokat, és ezeket tudni kell, hogy mindig bügyös kezű asszonyok csíkozták, mert hisz akkor még nem volt ilyen kimaszkolás és egyebek, hanem ezt szabad kézzel, egy csíkkal húzták. Magyarországon ma van egy nagyon híres csíkozó, Nyírszőlősön lakik egy 78 éves bácsi, mai napig is szabad kézzel, Szatlocki Andi bácsi, istenetesen még nagyon sokáig, szabad kézzel rajzolja a mai napig is, tehát akinek Pannoniája van, vagy ilyesmi jellegű, az hozzáhordja. Tehát egy ilyen nagyon ügyes kezű, biztos kezű a mai napig is, és ez is az ő kezemunkája, dicséri ezek a csíkok rajta.
Ezt a műveletet tehát 50 évvel ezelőtt is kézzel készítették, és Károlytól megtudtuk, hogy mivel nem voltak felkészülve a hazai tömegtermelésre, ezért nagyon drágán lehetett Pannonia motorokhoz hozzájutni. Ezt a motort például az előző tulajdonosa 1960-ban 19.900 forintért vásárolta, ami akkor egy munkás ember 4-5 évi keresete is lehetett. Ezért az idősebb korosztály, akik annak idén hozzá tudtak jutni, kincsként őrzik még ma is ezeket a járműveket. Akinek viszont még van ilyen eszköze, tehát egy-két papám, egy-két idősebb bácsika, tehát nagyon sokan ragaszkodnak akár a motorhoz, akár az alkatrészhez is. Majd én azt megcsinálom, majd felújítom, én is ilyenre csinálom. És azt tudjuk, hogy az azt jelenti, hogy ha nincs az emberben egy kis lököttség, egy kis úgynevezett megszállottság, ezek a motorok ugyanott maradnak a fészerbe, a sufniba, a padlásfeljáróba, és nagy valószínűséggel mélybe kerülnek, mert azzal senki, de senki nem foglalkozik. Aki még eladja, az viszont azt hiszi, hogy a dárjós kincsit érik ezek a motorok. Tehát olyan összegeket kérnek érte, hogy azért megint nem érdemes megvenni. Tehát nagyon nehéz azt az egyenes, azt a középútot, azt a kompromisszumot megkötni, amivel hozzá lehet jutni egy ilyen motorokhoz. Főleg úgy, hogy forgalmival levő motorokhoz nehéz hozzájutni. Tehát amikor tudom igazolni azt, hogy ez ténylegesen mikor került, hogy került hozzám, ki volt a gazdája, tehát egy folyamatosan lepapírozott motorokhoz. Az internet segítségével tartja Károly a kapcsolatot a többi Pannonia rajongóval, akiknek közös céljuk, hogy megőrizzék a magyar motorkerékpárgyártás remekeit. Alkatrészeket cserélgetnek, hogy minél hülyebben tudják felújítani megszerzett kincsüket. Ha akartuk volna, vagy bizonyos fokig meg is mutattuk a világnak, hogy a magyar ipar tud, ha akarna, tud, ha hagynák. Tehát a Csepel művek, ugye a Weissmann Alfrednak a nyomdokaiből leépett a háború után, és azoknak a Phoenixből való feltámadásával kezdődött el a Pannoniaknak a gyártása. Indult a Csepel Fantázia névvel, ugye rettenetesen érdekes, Csepelen készítették, Csepel Fantázia nevet kapott tehát, és ezek mentek körülbelül olyan 54-ig, addig különböző köpcentis motorokat, tehát a 75-östől, a 125-östől, akár a 250-essel bezárólag, és 54-től megváltoztatták Pannoniára a nevét, és 1975. október 14-én gördült le az utolsó a szalagról, 689 000 motor készült a Pannoniából ez alatt a röpke időszak alatt. Ezt követően kezdődött el a kemping kerékpárok gyártása. Az akkori termékigazgató számításai szerint ugyanis egy P12-es árából 20 darab kemping kerékpárt is elő tudtak állítani. Mivel a Pannonia motorkerékpárok 70%-át a Szovjetunióba exportálták, ott nem igényeltek semmilyen újítást, fejlesztést, ezért nem vehette fel a versenyt a japán motorokkal, pedig korábban több újítást is ezekről a motorokról másoltak le. Vannak olyan megoldásai ennek a motornak, tehát a Pannoniáról beszélek most úgy a családi névről, amit például a Yamaha is átvett. Tehát sok mindenki mondja, hogy a P20-as, tehát a kéthengeresek közül volt egy olyan, amikor a magyar szakemberek kicsit plagizáltak a japán motorokról, tehát átvettek bizonyos megoldásokat, hogy finoman fogalmazzak, de ez kontrán is működött. Tehát nagyon híres például a 20-asnak a sebességváltója, ami levesznek egy deknit, és az egész sebességváltó egyszerre kihúzható. Nagyon sok japán motorban ezt a mi motorainkról készítették. Tehát azt jelenti, hogy a magyar mérnök megállná a helyét a világba. És ezért kell erre a motorokra úgy nézni, hogy ez azoknak a szülöttei, a magyar elme terméke, és ezt mindenáron, aki egy kicsit is így gondolkodik, meg kell őriznünk. Szerencsére van még az országban néhány Pannonia imádó, akik felvállalták ezt a feladatot. Károly például a sikeres felújítás után veterán vizsgára is elvitte a járművét. Itt egy szakértő bizottságban többek között a Közlekedési Múzeum szakemberei és gépészmérnökök vizsgálták meg minden csavarját, alkatrészeit és a típus tiszta felújítását. Ez egy nagy fékdobos Pannonia. Legelőször ebben látták a mérnökök az első féknek a jelentőségét, tehát az erejét, hogy nem erővel nyomtuk szél a féket, hanem egy nagyobb felületen fékezték meg ezeket a kerekeket. Tehát magában az, hogy dobfék. Tehát a mai motorokon már ezt tárcsafékkel oldják, még sokkal intenzívebb, sokkal dinamikusabb, jobb a fékezése. Aztán javult az anyagminőség, és a későbbi Pannoniákon ezt kicserélték, tehát sokkal kisebb ez a dobnak az átmérője. Tehát mikor látunk egy ilyen motort, az is mutat egy bizonyos foki
évjárat függőséget, tehát a nagykerekű, a belsejében nagy, most ilyen, hogy hívjákként mondom, azok régebbiek, a kicsiek azok mostaniak, vagy fiatalabbak. Elektronikusan ez az egész rendszer még egy 6 voltos rendszer, tehát azt kell tudni, hogy éjszaka ezek a motorok hát egy olyan 10 Szent János bogár nagyságú fénnyel világítanak, tehát nagyon-nagyon óvatosan kell vele közlekedni, mert még nem csak magában 6 volt, hanem ez egy mágneses gyújtás, tehát vagy mágneses elektronikával ellátott rendszer, és nagyon kicsi a teljesítménye. Tehát ilyen szempontból ez nem egy olyan tökéletes, ez volt abban a kornak a szellemibe. Többek között kézi és elektromos kürt is volt a motoron, a féklámpája viszont a mai szabályoktól eltérően sárga színnel világít. Ezeket az eltéréseket a forgalmi engedélyében rögzítették, hiszen egy eredeti veterán jármű minden alkatrészének az eredeti állapotokat kell tükröznie. Két ütemű benzin meghajtású, két kipufogó rendszere van neki, amit mostanában általában, tehát ez jellemző volt a Pannoniára, ez a két kömlős része, mai motoroknak, hogyha még két ütem is, általában inkább egyetlen egy kipufogóval van megoldva. Mind a két lengéscsillapítóban rugók vannak, tehát itt még nincs folyadék, még nincs hidrolika, itt még itt a tiszta mechanika, mind a kettőnél rugó van. Ha netalántán ugye utast vissza az ember, akkor keménységet állít a rugón, tehát mennyire van előfeszítve, és ezzel tudta megoldani a rugózását gyakorlatilag, vagy a motornak a keménységének a rugózását. Károly szerint a megfelelően felújított Pannonia motorok egy masszív, üzembiztos járművek, amelyeknek sem a sík, sem a lejtős terepek, de még a földutak sem jelentenek kihívást. Ez egy üzembiztos, ez egy jó motor, tehát ha ez egyszer meg van csinálva, ez lemegy a földről, tehát nincsen az, hogy most hegymenet, síkmenet, tehát a síkságon sem megy nagyon gyorsan, de ugyanazzal fel tud menni, akár a Monteveresztre is, jó, most ez képetesen, de tehát nem jelent neki problémát. Hát gyakorlatilag ezért voltak ugye a teljes világban minden agronómusnak, minden mezőt járó embernek, mert ezt ledűjtötte a kazaltövőbe, másnap, mikor értelmen csak berúgta, és indult, és mentek a főúton sárba. Tehát ezeknek az embereknek is pontosan ezért voltak ezek a típusú motorkerékpárok. Tehát ennek a motornak a felújítása közel másfél éves munkát vett igénybe. Károly az összes szabadidejét ennek szentelte, közben megtanult az alumínium és a műanyag polírozást is. A motor mellett azonban egy 1967-ben készült motorkulit is vásárolt, ami egy kisebb utánfutónak felel meg. Tehát így néz ki ez a... ez a motorkuli. Gyakorlatilag, amikor ugye elmentek kirándulni, ide berakták a ruhát, tehát az öltönyös rész, egyebeket ide, ezzel lekötötte, tehát ugyanilyen gúrtnyival megoldva, ide pedig az egyéb cullangokat, amit kellett, és akkor ez egy vízmentes, és ezzel tudtak kirándulgatni. Tehát a két személynek az egy-két napi, vagy az egy hetit akár könnyű szerelebe be lehetett pakolni, oda a asszonypajtást felültették hátulra, és akkor vonultak vele. Ma már csak gyönyörködik Károly a felújított motorkerékpárjában, motoros ünnepek alkalmával előveszi és néha beindítja. Esténként az internetes fórumon beszélget a hasonló érdeklődési körű barátaival, akik rengeteg tanáccsal látták már el. Több pótalkatrészt is beszerzett a motorhoz, többen megkeresték ezzel kapcsolatban. Mikor megtudják az emberről, hogy van ilyen fertőzése, ami pannoniázásnak neveznénk, akkor többen megkeresnek, hogy te még apámtól maradt ez, van egy ilyenem, van ez. Van, aki boldogulj vele, odaadja, van, aki elképes összegér, van, aki, mint az előbb is mondtam, ténylegesen aranyáron szeretné adni, tehát ezek között szelektál az ember, hogy mi az, ami van. Vagy ha éppenséggel, tehát olyan, ami nekem nem szükségeltetik, nem kell, akkor a fórumon keresztül felajánlom annak a cimborának, hogy tudomást szereztem, van egy ilyen, kell-e valakinek, mert ha nem, akkor meghirdeti, vagy kiviszik a mely telepre esetlegesen, ha olyan. A magyar ember nagyon leleményes, hiszen az országban a Pannonia motorból rengeteg kerti traktort, kerekeiből pedig szekereket készítettek, a többi része pedig az enyészeté lett. Napjainkban azonban, amikor Károly megjelenik a Pannonia motorjával különböző rendezvényeken, akkor mindig tömegek veszik körül, és a legtöbben megosztják vele régi emlékeiket.
A beszélgetés végén pedig arra kérik, hogy indítsa be, hiszen jellegzetes hangja és illata nosztalgiával tölti el őket.